Sziasztok! A mai videóban még mindig New Yorkról lesz szó, mert ha már kint jár az ember Amerikába, azt nem lehet kettő videóval elintézni, hanem én hárommal fogom. Úgyhogy a mai videóban megmutatom nektek, hogy miket vettem az utazásom során. Persze nem azzal a céllal mentem ki, hogy 1 millió dolgot vásároljak, bár egyébként mindenki azt mondta, hogy egy fél bőröndöm üres legyen, mert rengeteg dolgot fogok venni. Én inkább apróságokat vásároltam, kezdjük is! Mivel YouTube fogyasztó pályafutásom során már körülbelül 1 millió CVS Holt megnéztem, én is beugrottam. Ez egy olyan hasonló drogéria, mint mondjuk nálunk a DM vagy a Rossmann, és két dolgot vettem. Az egyik, ez a Yes to Cucumbers arctisztító kendő csomag, amit Ingrid Nielsen videóiban régen számtalanszor láttam, és nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen, úgyhogy beszereztem belőle. Elvileg nagyon jól eltávolítja a sminket, és közben hidratálja is az arcot, mindenképpen majd beszámolok róla. A másik dolog innen egy EOS kézkrém volt, ugye az EOS inkább az ajakbalzsamokról ismert, viszont mindig kiszerettem volna próbálni a kézkrémet, mert szerintem ez igazi különlegesség náluk, és nagyon tetszett a formája és a színe is, kifejezetten ilyen jó táskában hordható kézkrémről van szó. Következő állomásom a Bath & Body Works-be vezetett. Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy a youtuberek marketingje elég jól bejön, mert ezt is nagyon-nagyon sok YouTube videósnál láttam, különösen Zoellánál a gyertya holjait, viszont a gyertyák elég drágák, úgyhogy én kézfertőtlenítőket szereztem be. Tudjátok, hogy a táskámban mindig alapdarab egy jó kézfertőtlenítő, úgyhogy vettem is belőle 5 darabot, mindegyik másfajta illatú, és nekem ebből legjobban ez a csillámos változat tetszett, mert szó szerint, hogyha használod a kezeden, akkor ilyen apró csillámok rajta maradnak. Hát igen, nem mondhatnám, hogy a legokosabb dolog, viszont engem megvettek vele. Aztán, ha már kint jártam, természetesen a Victoria's Secretbe is be kellett ugranom, és vannak olyan üzletek, aminek már maga a kis táskája is nagyon menő. Ilyen például a Victoria's Secret, valahogy imádom ezt a rózsaszín csíkozást fehér kerettel, ez tényleg annyira a márkára jellemző, hogy szerintem mindenkinek erről a színösszeállításról már azonnal a Victoria's Secret jut az eszébe. Én a kozmetikum osztályán nézelődtem, és kettő mini parfümöt választottam innen, mindkettőnek nagyon friss az illata, ez talán kicsit ilyen alkalmi, de mindkettő nagyon megtetszett, és tényleg jó, ha van az embernek egy ilyen táskában hordható, kis helyen elférő parfümje, hogy amikor hirtelen találkozod van, vagy ilyesmi, akkor jó, ha fel tudod magad frissíteni egy finom illattal. Képzeljétek el, be tudtam szerezni egy Birchboxot is. Aki nem ismerné, a Birchbox hasonló, mint nálunk a Pixi Box, egy ilyen előfizetéses doboz, ami minden hónapban megjelenik, és különböző termékmintákat tartalmaz. Nem tudod előre, hogy mi lesz benne, és erről is már annyi videót láttam, hogy amikor megláttam az üzletet, mert képzeljétek el, ki volt írva az üzlet előtt, csak véletlenül tévedtem arra, hogy minden vásárlás mellé most ajándék Birchbox jár, úgyhogy bementem, rengeteg ember volt, meg volt mindenféle sminkelés, meg ilyesmi, és vettem egy Coastal Scents palettát, amit nem találok meg. Nem tudom, hogy hol van, remélem, hogy elő fog kerülni, mert egy ilyen nagyon szép természetes színekből álló palettáról van szó, úgyhogy ha megtalálnám azóta, remélem sikerül, akkor majd bevágok ide róla egy képet, és akkor emellé kaptam ajándékba a Birchboxnak az aktuális dobozkáját, mindjárt meg is mutatom. Ide raktam be a palettát. Szóval így néz ki, amit vettem, Formal Eyes a neve, és tényleg teljesen természetes nude árnyalatokat tartalmaz, tehát így egy hétköznapi smink elkészítéséhez tökéletes, és egyébként mostanában pont kezdtem azon gondolkozni, hogy ideje lenne kilépni kicsit a komfortzónámból, mert csak ilyen színeket használok folyamatosan, és ezeket a palettákat bővítem, pedig már tényleg rengeteg van belőle, úgyhogy nem ártana kicsit színesebb vizekre eveznem. Na tehát akkor a doboz tartalma. Van benne egy vis borotválkozó krém, ami szerintem utazásra tökéletes lesz, az ilyen kisméretű dolgokat arra nagyon szeretem használni, és pont az ilyen borotvahab, meg az ilyen borotválkozó termékekből általában nem szokott lenni ilyen pici, szóval ennek nagyon örültem. A következő dolog egy Orib. Teljesen azt hittem, hogy ez egy archidratáló krém, de ezt hajra kell felvinni, és elvileg szuperhidratált és fényes lesz tőle a hajad. Na, így most már sokkal kíváncsibb vagyok rá. Aztán van egy Dr. Jart, ha jól mondom, naptej, 30-as fényvédővel. Hát most már így, hogy megyünk ki a nyárból, ezt már csak jövőre fogom valószínűleg kipróbálni. A következő termék pedig egy Kiehl's darab, egy nagyon picike kis, pórus összehúzó,
feszesítő krém. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog működni. Nekem a pórusaim itt ezen a területen elég tágak, úgyhogy ezt majd ki fogom próbálni mindenképp. Az utolsó dolog pedig egy Modster szemceruza. Nos, összességében megmondom őszintén, hogy ez a Birchbox számomra teljes csalódás volt. Egyik termék sem hozott különösen lázba, talán most így, hogy megtudtam, hogy ezt hajra kell felvinni, ez az, ami különösen érdekel, de gyakorlatilag a Kielsen kívül egyik márkáról sem hallottam, Kielsen termékem még nem volt, úgyhogy erre kíváncsi vagyok, de tényleg egyszerűen csak valahogy úgy érzem, hogy elég unalmas az az összeállítás, úgyhogy legalább tudom, hogy a Birchbox az nem nekem való, legalábbis ez a mostani száma egész biztosan nem. Jártam még az Urban Outfittersbe is, ahová mindig beszoktam menni, ha külföldön vagyok, de érdekes módon nem a ruháik miatt, hanem a könyv választék valami fantasztikus ebben az üzletben. Egyrészt vannak ilyen nagyon vicces, nagyon jó pofa, különleges könyvek, illetve mindig az ilyen inspiráló szekciónál is meg szoktam fordulni, és beszereztem ezt az 52 apró változások az agynak, azért, hogy fejleszd a emlékezetedet, a stresszt csökkentsd, növeld a produktivitásodat, és a boldogságodat is növeld, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Amikor így átlapoztam, és tudjátok, amikor nem azt látod, hogy folyamatosan teleírt oldalak vannak, hanem egy ilyen logikai sorrendben van szedve, az nekem mindig nagyon tetszik, úgyhogy majd beszámolok erről mindenképp. És milyen jó passzol a felsőmhöz. És innen szereztem még be ezt a jegyzetfüzetet. Ismeritek a mániámat, de ez annyira fantasztikusan nézett ki, hogy nem lehetett otthagyni. Nagyon tetszett ez a márványos kinézete, jó pofa nagyon rajta ez a kis smiley kivágás, és az oldala végig ilyen bronzos színű. Belül pedig kicsit ilyen sárgásak a lapjaig, és ilyen pontozott vonalazott, úgyhogy imádom. És hamarosan azt hiszem fel is avatom, még nem tudom, hogy mivel. Beugrottam még a H&M-be is, igaz, ez nem egy nagy különlegesség, hiszen nálunk is van, de gondoltam, miért ne. Ott nagyon megtetszett ez a hosszú fülbevaló, amin még ilyen gyöngyök is vannak. Tényleg a hossza brutál hosszúságú, szóval ahogy láthatjátok, leír a hajam végig, de pont ezt tetszett meg benne. Illetve szerintem feltűzött haj mellett is nagyon extravagáns, hogy ilyen nagy hosszúságú, úgyhogy szerintem ezt még fogjátok rajtam látni jó párszor. Vettem még egy ilyen barna kendőt is, ilyet már régóta szerettem volna, amilyen egyszínű és picit vastagabb, különösen az ilyen őszi-nyári átmenetekre szerintem tök jó, ha hidege van, akkor a nyakadba tudod hordani, és ha picit fázol, akkor a válladat be tudod vele takarni a mérete miatt, és utazásnál meg azért különösen jó, mert a lefagyasztós repülőkön be tudsz vele takarózni, mert mindenhol akkora nagy a légkondi, úgyhogy ennek nagyon örülök, bár egyébként egy picivel világosabb lenne az árnyalata, annak örültem volna a legjobban, de szerintem így is nagyon szép. Jártunk New York olasz negyedében is, Little Italy-ben, ahol éppen egy ilyen fesztivál volt, San Gennaro fesztiválja, úgyhogy ilyen nagyon sok ilyen kis kitelepült kis üzletke, meg ilyen bódécska volt, ahol lehetett vásárolni, enni, stb. És közben már kicsit meg is mutattam, ez lenne az a dolog, amit innen vettem, nagyon tetszett nekem ez a kis fa, amin ilyen apró kis köveskék vannak, ez rózsakvarc. Mostanában egyre jobban fellángol a szeretetem az ilyen különböző ásványok iránt, és ez most sem volt másképp. Azt hiszem, újra teret engedek a mániámnak, mert egyébként régen nagyon sok ilyen kövem volt, mindenfélét gyűjtöttünk, úgyhogy azt hiszem, újraindul. És ez ezzel kezdődik. Az utolsó dolog, pedig hát ezt nem vettem, mert találkozhattatok vele az előző videóban, ez a kis Maybelline táska, tele Maybelline termékekkel, amit ugye egyből az első nap kaptunk, ez fogadott minket a szállodában, és hát megint csak nézzétek meg ezt a brutál jó kinéző színjátszos táskát, mennyire jó már, és egyébként maga az ilyen kis töltelékzacskó ugyanúgy szivárvány színű, még ezt sem dobtam ki, mert olyan jól néz ki. Na de mik vannak itt? Egyrészt van itt egy Baby Lips, ami azt hiszem új kollekciós, ugyanis ez a Glow Balm termékcsaládból van, ami picit fényesebb, illetve ennek az a különlegessége, hogy a szád pH értékétől függően kicsit változtatja a színét. A következő dolog egy igazi klasszikus Maybelline termék, amit egyébként még nem próbáltam korábban, úgyhogy nagyon jó lesz behozni a lemaradást, ez a Greed Lash szempillaspirál. Aztán van itt egy másik szempillaspirál is, ez a The Falsies Push-Up Angel, és ahogy látom, ez egy ilyen kétvégű szempillaspirál. Egyébként, ha bármelyik termék kicsit jobban is érdekel benneteket, akkor azt írjátok meg, és akkor mindenképpen csinálok majd róla egy részletes tesztet a blogra. Mostanában egyébként sokkal többet blogolok. Mindig ez volt a célom, hogy a blogot is újra előszedni, és mostanában sikerül is. Úgyhogy viszkokfruzsi.hu címen megtaláljátok, ha érdekel benneteket, van sok ilyen beauty,
divat, stb., úgyhogy nézzétek meg. Szintén egy különleges Maybelline újdonság a Master Strobing Stick, ami gyakorlatilag egy ilyen highlighting stick, és ezt már kipróbáltam New Yorkban, és valami fantasztikus. Nagyon tetszik a csillogása, pont annyi, amit én még szeretek, mert tudom, hogy mostanában nagyon divatban van ez a szuper erős fényű highlight, én azt annyira nem szeretem, de ennek szép természetes ragyogása van, és könnyű használni, úgyhogy ez király. A következő pedig a Color Jolt-ból egy Berry Noti árnyalatú kis szájfény, szájkrém, nem tudom, hogy ennek pontosan mi az elnevezése. Ezt eddig még csak a kezemen próbáltam ki, de brutális pigmentált, és hát jön az jó idő, úgyhogy most már bőven előzhetetem az ilyen árnyalatokat, nem mintha nyár folyamán sikerült volna megállnom, hogy ezeket viseljem, de tudjátok, hogy nagyon szeretem az ilyen vöröses színeket. Az utolsó dolog pedig nem más, mint egy szemöldökre való szempillaspirál. Legalábbis én itt tudom ezeket legjobban leírni. Tudjátok, ezekről a kefés szemöldök formázókról van szó. Ki fogom próbálni, egészen biztos, mert próbálom helyrehozni a szemöldökömet. Köszönöm a türelmet! A lényeg, hogy most látom, hogy milyen rohadt sokat beszéltem, úgyhogy ezért is elnézést kérek. Nem tudom, mi van velem ma. Na mindegy. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, írjátok meg, hogy nektek melyik tetszett a legjobban, és mire vagytok a leginkább kíváncsiak. Úgyhogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!